Sziasztok! Én Szántó Péter vagyok, és ez egy unboxing és review dolog lesz igazából. Sosem csináltam ilyet, de lehetőségem van most ezt a gépet. Kiszedem Microsoft Surface Book 2 tesztelni, és azért vagyok nagyon izgatott ebbe, mert én addig, amíg ezt a gépet meg nem kaphattam, vagy nem tudtam tesztelni, azt mondtam rá, hogy ez az a gép, amit az Apple-nek meg kellett volna csinálnia. Ugye az Apple-ös gépeken itt van ez a Touch Bar történet, a Touch Bar lényegében itt felül, ami nagyon jó benne, hogy új lenyomattal be lehet lépni, és egyes appokon belül lehet használni, de nekem hiányoznak a gombok, meg nagyon sokszor éreztem úgy, hogy amikor én a Touch Bar-t benyomom, akkor hozzá is szeretnék érni a screenhez is. Én nem fogok belemenni ilyen nagyon spec dolgokba, erről csinált Balázs az Anonym Ink-re egy tök jó videót, azt nézzétek meg. Annyit elég tudni, hogy mindenben jobb papíron, mint a MacBook Pro, és olcsóbb is, mint a MacBook Pro, de aztán valahogy mégsem. Azért is azt a címet adtam a videónak, hogy a világ legjobb Windowsos gépe sem elég nekem, mert tényleg ez a notebook mindenben nagyon jó amúgy. Szerintem tök szép, jól is néz ki, ugye viszik ezt a vonalat olyan dizájnba. A doboz amúgy tök egyszerű, kb. Az nincs rajta itt leírva, hogy Design by Apple in California. Azt most elmondom, hogy a töltőjét imádom. Itt a töltő, és a töltő visszaidézi a régi Apple-ös időket a MagSafe adapterrel. Ugye, nagyon jó, de ugyanakkor meg hiányzik, hogy nem USB-C, úgyhogy user oldalról kérünk egy olyan USB-C megoldást, ami ugyanúgy amúgy mágnesesen kibehúzható. Jó, ennyit igazából a dobozról, meg a kábelről, más nincs is benne. Nehezebb, mint a MacBook Pro. Itt a 15-össel hasonlítom össze. Kinyitni ugyanolyan egyszerű, és akkor innen jön a móka, hogy ugye itt nem találok bekapcsoló gombot, hanem itt van fent. És mindjárt kiderül, hogy miért van itt fent, amúgy portok tekintetében, ami hiányzik a MacBookból, hogy itt van SD kártyaolvasó, és úgyhogy videózom, fotózom, nagyon fontos. USB-C egyik oldalon és a másik oldalon meg két USB-s csatlakozás. És itt jön a magic, amikor azt mondom, hogy be akarok lépni. Most tartottam egy kis szünetet, mert próbáltam elindítani egy screencastet rajta, tehát hogy felvegye a screent, amit felvegye azt, amit csinálok rajta, és nem találtam meg, illetve tudom, hogy kéne, de valamiért nem működik, és ez már idegesítő. És akkor itt jön be a legnagyobb bajom, hogy 12 év Apple-ös felhasználói lét után egyszerűen nem tudom a Windows-t úgy használni, logikátlan, nem megy úgy, ez a verdik, leütöttem minden, hiába néz ki papíron jól, nem adja azt az élményt, semmiben nem adja azt az élményt, amikor a trackpadre rányomok, a hangja más, van, nincs, gépelek rajta, egyszerűen jobb, most itt valamiket csináltam, szóval jobb egyszerűen az Apple gépen minden, pedig annyira jó lenne, mert tudom úgy olvasni az oldalakat, hogy nézek, átváltok rajta, de látjátok, most is így előre hajolok, tehát alapból mondjuk így ugye notebookozunk, megyek, váltok, azért megvannak a shortcutok, itt meg előre hajolok, és tudom, hogy tableteket használunk meg minden, de ez mégsem adja a tablet élményt, és hiába van itt oldalt, egy tabletmódnak nevezett valami a Windows-on, az nem. Pedig, és ez lenne a durva dolog, hallottátok? Ready to detach, itt van, és levehetem, és itt kapok egy 15,4 colos tabletet, egy iPad-et. De igazából nem, tehát hogy ez minden, de nem tablet, tehát tök jól néz ki, meg jó lenne használni. 2-3 hete tesztelem ezt a dolgot, és sosem csináltam meg, mert nincs egy telefonos, egy tablet interfész az egészbe, amit úgy lehetne használni. Most is itt van, és akkor ezeken a kicsi ikonokon kéne nekem mennem, és tessék, most miért nem tudom mozgatni, zenét elindítani. Nem. Most gépelni szeretnék. Miért nem jön ki automatikusan? Néha kijön automatikusan a billentyűzet, néha nem. És rámegyek YouTube-ra, és ez még mindig egy weboldal. És persze weboldalként is tök jól lehet használni az egészet és rámenni, de mégis jobb egy tableten, egy tablet eszközön. Sokkal jobb, hogyha
egy tablet módot tudok kapni. Jó, de nagyjából ez, úgyhogy nem használtam tabletként, pedig azt hittem, hogy ez alatt az időszakat nagyon sokat fogom. Itt van ugye kül. És ami jó, hogy fordítva is bele lehet tenni. Oké? És miért jó, hogy így tettem rá? Mert így egybe tudom hozni a kettőt, nem annyira lifeg. És itt hadd beszéljek akkor a kiegészítőkről kicsit. Kettő kiegészítő van nálam. Az egyik az Apple Pencil, Microsoft Surface Pen, és ezt pedig Surface Dial-nek hívják. Megint a filmek alapján baromi jól néz ki, tök király az egész. Én ugye Samsung Galaxy Note 9-et használok, abban is van egy toll, és tényleg mágnesesen így rámegy, de volt, hogy majdnem elhagytam, amitől megijedtem, mert látjátok, most is leesett. Akkor nézzük, hogy itt rá tudom-e rakni. Most így nem, de tényleg volt, hogy valahogy tartottam, és utólag vettem észre, hogy leesett. Képzeljétek el, hogy én amúgy annó Mac-re kettő ok miatt váltottam, az egyik egy Aperture nevű program, ami olyan volt, mint ma a Lightroom, de tök megerőzte a korát, fotózás, a másik pedig a prezik készítés, hogy annyira logikus és annyira szép preziket lehetett készíteni Keynote-ba, viszont most van valami, amivel szerintem beelőzte a Microsoft, az Apple-t, a PowerPoint, a Keynote-ot. Vannak itt az animációk, meg vannak áttűnések, és az áttűnés nagyon érdekes. És ahhoz, hogy ezt megmutassam, először beszúrok, vannak ilyen háromdimenziós alakzatok, térhatású modelleknek nevezik, amúgy ez nyilván nem a Surface-ről, csak nekem, mint egy Mac usernek, meg aki sokat prezentál és szereti a különleges dolgokat, egy olyan dolog, ami felkeltette az érdeklődésemet, és hogy betölt, elég lassú amúgy, ami zavaró. Milyen jó lenne, ha lenne egy kocka, amin az egyik az egyes, a másikon ott van egy kettő, és ez így áttransformálódna. Használjunk egy emojit, mert az emojik viccesek. Szavazzátok meg, hogy ti milyen emojit próbálnátok ki. Én megyek a kedvenc emojimmal, a kakis emojival. Itt van az emoji, viszont szeretnék szöveget írni oda, ahogy mondtam, és azt szeretném, hogy ez az emoji amúgy figyelje, hogy én mit írok, vagy mit írtam ki. Kijelölöm az emojit, átrakom ide, és látjátok, már is ahogy így fogom, és notebook módon vagyok, teljesen automatikusan én a trackpadet kezdtem el használni. Cool dolog az alakváltás, hát zseni az alakváltás, tényleg imádom. Van a Magic Move a Keynote-ba, és sokat szoktam használni, de ezekkel a 3D formátumokkal tényleg egy új szint annak, aki prezentálni szeretne. Na nézzük meg, és ezzel megfigyeljetek, nagyon jó lesz, mert ezzel tudok tovább menni elméletileg. Tévedtem, nem tudok, akkor marad a space, jó. Szóval megjelent az emojink, szuper. És ugye innen van, hogy valamit beszéltem, tartok egy előadás, van egy meglepő kép, és az első pontokat el szeretném mondani, hogy elfordul az emoji, és nézi, hogy mi van a szövegbe. Zseni, imádom, na ez az a wow faktor, amikor, hogyha valaki meg előadásokat tartok, azt mondja, hogy azt a de jó. És átmegy, és a másik oldalon is ugyanez működik. Imádom, nagyon jó a PowerPointban, nyilván kivéve is tudnám ezt használni. Ha videózásról van szó, én azt hiszem, hogy milyen jó lesz, hogy majd így helyezgetem el, de megint nyúlok előre, így helyezgetném el a Premiere Pro-ba a dolgokat, és akkor nem csak trackpaden vagy gépelve kell, de egy gyors workflow-hoz hozzátartozik, hogy gépelek, trackpedelek, és nem jó, nincs még meg az az interfész, tehát igazából ez az eszköz megelőzte a korát. Ugyanis nincsenek ott a szoftvergyártók, hogy ezt az egészet lekezeljék, úgyhogy nem tudom úgy kihasználni. Na de ha én egy pro usernek tartom magamat, vagy egy félprofi felhasználók, akinek nagyok az elvárása és hajlandó ilyen összegeket, itt beszélünk akár millió körüli összegről, kifizetni egy laptopért azért, hogy gyorsabb legyen, minél hatékonyabb tudjak lenni, ha nekünk nem való, zárójel, hogyha hardcore Windows-os vagy, akkor ez a te notebookod, de ha nekünk nem való, akkor kinek való? És szerintem bármilyen kreatív vagy pedig alkotási folyamatot végző embernek, aki használt eddig mondjuk tabletet, mondjuk mint Wacom tabletet, nem egy iPad-re gondolok, hanem ahol rajzolhat, rajztáblát, ugye ezek lehetnek építészmérnökök, lakástervezéssel kapcsolatban, akár pár programozási feladat, designerek, webdesignerek, grafikusok, akár plakát, fotósok, amikor az Lightroom-ot használtam, az arra egy külön-külön, ott tényleg jó, hogy mondjuk úgy tudok valamit beletusálni, vagy hozzáérni Photoshop-ba, Lightroom-ba, és Windows-os környezetben működök, akkor nekik a tökéletes. Akkor nekik a tökéletes gép. Te mit gondolsz? Van-e ma 2019-ben létjogosultsága egy ilyen gépnek?
Sőt, azt is mondjátok meg, Apple vagy Microsoft, melyik aminek ti mentek? Alma logó, vagy pedig a kis Windowsos 4 kockás dolog az, amivel ti mentek. Részemről ennyi volt, ez egy unboxing, beszélgetés róla. Itt van ez a dial, nem is nagyon mondtam, de így a végére megmutatom. Tök jó, hogy lehet tekergetni a hangerőt, vagy valamiket állítgatni benne. A másik meg, hogy így rárakom, azt mondja, hogy rajta marad, és így leesik. Így félek is, hogy mi történik vele. Tehát még nem. Wow. Szóval nagyon szépen köszönöm, hogy néztetek, hogyha most találkoztunk először, akkor azért nézzétek meg más videóimat is, mert általában ilyen vállalkozás, utazás, kicsit inspiráló témákba szoktam vlogolni, illetve van egy villámkérdések sorozatom is, ahol sikeres embereket dekonstruálunk, és rövid villámkérdésekkel mély átütő válaszok jönnek. És lehet, hogy akkor már fel is iratkozhatnátok, ha még ezt is nézitek, amit nagyon szépen köszönök, meg menjetek át Instagramra, és a következőben egy biztos, hogy sokkal pörgősebb videóba fogunk találkozni. Sziasztok!